Legyen ő itt Géza a golflabda. Mit szóltok hozzá? Ez jó név? Találó? Géza a golflabda ideges, mert nem tud felmenni egy fán. Mert őt golfozni találták ki, és nem fát mászni. De nem baj, ez a játék megmutatja, hogy semmi sem lehetetlen. Meg fogja mászni ezt a fát. Sőt, mi több, nem csak ezt a fát fogja megmászni, hanem az egész pályát. Ebben a videóban kiderül, hogy hogy. Halihó, lányok és srácok, üdvözlök mindenkit a legújabb videóban. Játszottam már nem egy játékkal ezen a csatornán, és úgy gondoltam, mivel láttam, hogy tetszik, és az ilyen rage game-eket szeretek, ahol általában kiéget engem. Engem az őrületbe kerget ez az egész. Úgy gondoltam, hogy egy picit újítok a csatornán, és lehetséges, hogy a jövőben láthattok pár ilyen videót, amiben játszani fogok olyan játékokkal, amiket ti ajánlotok, és azt mondjátok, hogy ezektől végem van. Hát reméljük, hogy a mai nap nem így lesz. Szóval ez a játék, amit itt láthattok, ez tulajdonképpen a Getting Over It-nek a kopia, vagy mi az. Úgyhogy nyomjunk rá a play gombra. Vissza! Remek, most a gyerekkoromon túl vagyok, mehetünk. Szóval play. Hol az egerem? Halló, where is my egér? Nincs egér. Ja, ott van. Ja, hogy ez ilyen? Aha, tudni kell a játékról az, hogy nem látod az egeredet, az a lényeg, hogy meg kell nyomni a bal klikket, vagy hát lenyomva tartani, és akkor onnantól látod, hogy hol van. Szóval, ezzel a golfladával kell menjünk végig, ez te jó király, jó. Jó, hogy lehet ilyet? Lol. És elérkeztünk az első akadályhoz, ami nem más, mint egy fa. Szóval... No feeling more discouraging than starting over. Will you feel that it's all being worth it? I think you will. Na, most, hogy elpapolta nekünk ezt a dolgot, úgyhogy töri az engolt. Nézzük! Hoppá! Ez nehezebb, mint gondoltam! Hát innen most hogy menjek még feljebb? Basszus! Kacok, ez közel sem olyan könnyű, mint én ezt gondoltam. Tehát, várjál. Oké, még egy picit. Picit? Mondom, picit! Itt ülünk holnapig, ez komolyan. Na, majdnem! Ez már közel volt. Bocsánat. Hogyha szeretitek egy olyan napot, amiben, hogyha valaki hozzád szól, többől lekapod a kezét, akkor játszhatok ezzel a játékkal, higgyétek el, nagyon jó hatással van rám. Tehát, de nem már, miért nem mész fel az előbb olyan simán felmentél? Olyan, mintha néha kevesebbet ugrana az a golyó, vagy nem tudom. Ne! Komolyan mondom, nem bírom, mi ez? Skatok, tiszta víz a kezem, és még nincs is meleg, mert direkt délelőtt veszem fel ezt a videót, mert tudtam, hogy ki fog idegesíteni. Mi? Ha egyszer átjutok ezen a fán, komolyan mondom, Alt F4-et fogok nyomni, és többet soha nem játszani ezzel a játékkal. De a mai videóban olyan nincs, hogy ezt ne csináljam meg. Még mindig ott tartunk, hogy ezt a cseszett fát b***hatjuk, mert nincs jobb dolgunk az életben. Ahelyett, hogy kimennénk a szabadba, és valami olyasmit csinálnánk, ami mindenkinek jó, vagy legalább sportolunk, értitek? Bármi. Nem. Ülünk itt, és ezt a szar golflabdát próbáljuk a fa tetejére felvinni. Ó, mi volt az? Hogy csináltam? Na jó, 15 perce megy a videó, hát ez zseniális, szerintem én vagyok a világ legrosszabb játékosa, de most örvendek, most csak valahogy át kéne ezen jutni. Nope. Na ne szopas, jó? Léci, léci! Hoha, megvan! Ez mi volt? Ajaj, ez már rosszul kezdődik. Oké. Okay. Ja, hogy ilyen sziklákra kell most felvinni. De örvendek, haver. Ez az. Na, ez nem is olyan... Nem mondunk ilyet, mert el fogom cseszni. Ugye megmondtam, várj. Picit balra. Annyi. Easy. Feel free to stop playing whenever you want. Kussolj már! Hogy lehet téged kikszelni innen? Naras. Naration, menj el innen. Save automatically. Your loss of progress too. Ez komoly. Le akartam venni a hangerőt, és lejöttem a golyóval már megint. Jaj, csak figyeljük a tájat, oké? Koncentráljunk a tájra, az a fontos.
Mondom, az a fontos. Csak nézzük, hogy milyen szép sziklák vannak. Ilyen helyen szeretnék én is élni, de komolyan. Most így elgondoltam, hogy elmenjek ide nyaralni, aztán ide fogok költözni, és golfozni fogok ilyen sziklákon. Szerintem ez a játék rádöbbenti az embereket arra, hogy valójában az életben mit is szeretnének csinálni. Mert amikor az életben valamit nagyon utálsz, és úgy vagy vele, hogy ez a munkahely egy szar, és elkezded játszani ezt a játékot, akkor rájössz arra, hogy ez egy még nagyobb szar. És akkor onnantól már tetszik a munkahelyed. Na igen, ezért mondtam, hogy ha valakinek valami az életben nem tetszik, játszon ezzel a játékkal. Én garantálom, hogy 5 percen belül idegbeteg lesz. Hú! Alakulunk, még egy picit menjél balra. Nem annyira gondoltam, de... Nehogy leesd, nem, ott maradsz! Szóval mit mondtam nektek az életről? De hogy most már kapnád be, de komolyan mondom, tehát nem igaz. Úgy voltam vele, hogy csinálok valami más videót is. Az biztos, hogy én kevésbé szórakozok jól, mint egy olyan videóban, amiben mondjuk vicces képeket nézünk, az úgy megnyugtató. Most ne cseszd el, léci. Most nagyon ügyes kell legyél. Hoppá, hopp, ennyi. Ott még nem voltunk fent, szóval új mérföld következik, de lehet, hogy nem is oda kéne felmenni, hanem bal oldalira. Vagyis nem olyan biztos az. Várjunk csak egy picit. Ne. Jó, még ezzel is megelégszek. Hát én magam. Tudjátok, mi a legjobb dolog ebben a játékban? Amíg ti úgy vagytok vele, hogy 5 perce játszok, én valójában már majdnem egy órája, és nagyon nem olyan idegi állapotban vagyok, mint ti. Innen kéne valamit alakítani most már, Csongor bácsi, mert ez így nem lesz jó. Nem! Kezdek belejön. Mit mondtál, Csongi? Remek. Szóval fel jobbra. Nem? Fel jobbra. Ez az. Pihenő. Tehát most itt vagyunk. És innen kéne... Jaj, ne! Oda balra kell átmenni. Ó, baszki. Miért érzem azt, hogy ez nagyon gáz lesz? Hát körülbelül ez a szög jó lesz, ugye? Több, mint jó. Ne! Ó, egy kis ásó. Hát milyen király. Ó, micsoda egy volt! Hú-hú. Na, és akkor most itt van egy csomó fenyőfa, már megint. Nem mondod, hogy az ásóra kell felmenni, és onnan fel a fenyőfára. De, ez az lesz, fel kell menni az ásó tetejére, és az ásó tetejéről át kell menni a fenyőfára. Ennek a játéknak csak annyi a lényeg, hogy menj már onnan ki, hogy idegesítsen. És ezt nagyon jól el is éri egyébként, tehát... Ezt gondolom ti is éreztétek, amit én. Ne csináld ezt velem, léci! Az idegeimmel játszolt a játék. Hogy lehet a fogójára fel? Hoppá! Ó! Na, most jön az, hogy nem szabad elcseszni. Tehát innentől át kell repülni az egész fenyőfán, legalábbis az első, mert hanem megint visszakerülünk ide, úgyhogy... hagyjuk. Ez csak egy játék, Csongi. Nyugi. Csak egy játék. Igen, csak egy játék. Esküszöm nektek, olyan érzés ezzel a játékkal játszani, mint hogy egy fogdába ülnétek, és így valaki vallatna. És ne kérdezzétek, hogy ezt honnan tudom. Tehát így érzem, hogy meg... kattanok, érted? Az igen. Közben a természetben mennek ilyen zenék, ami amúgy nagyon király. Legalább figyeltek arra a játékfejlesztők, hogy azért legyen valami normális is, ami... Hát fogalmazzunk úgy, hogy nyugtató. Például csicseregnek a madarak, és ilyenkor van is erre időt, hogy erre figyelj. Csak úgy megmondom nektek. Mondom, teljes szívvel ajánlom mindenkinek, nyugodtan próbáljátok ki. Szerintem teljes módon megéri. Talán egy picikét a nyugalmatokat lehet megzavarja, de a lényeg az, hogy... Ne! Ez az? Állj már fel rá! Mi? Oh, megvan! És most megint a csávó mindjárt mond valamit fogadjuk, mert hallom a zenét. This game is a different take on a game that came out in 2017. Jó, kit érdekelsz? Ezt utálom ebben a játékban, rájöttem, hogy ugyanazokat a hülyeségeket játszom el egyvégben. Idejövök, leesek, idejövök, leesek, és ugyanaz, érted? Akármit csinálok, ugyanaz megtörténik. Nézd meg, nem tudok feljutni arra a... Megint itt vagyok. Most megint mehetek jobbra. Innen megint megyek balra. És jej, itt vagyunk. Most megint kezdődik előről. Azt a kutyafáját. Most kéne olyan helyet elkapni, hogy valahogy ne esünk ott le. Mert hogyha leesek, akkor én itt abbahagytam ezt a videót.
Nem estünk le! Még! Hú, innen most mi lesz? Érzem, hogy ki fogunk esni. Érzem az energiát. Nem. Nem menjünk haza úgy, hogy... Te ott meg micsodán állsz? Egy fűszálon? Azaz igen. Na ez a mi szerencsénk, most meg kell ragadjuk, hogy... Ah. Ja, hogy abba a teniszütőbe kéne most meg fel... Mi? Hogy kerülünk oda fel? That must have hurt. Don't worry though, it will happen again. And again. And again. Sziasztok. Meg akarom nézni, legalább tudjam, hol vagyunk. Ja, hogy a fa mögött, hát persze. Jó, skacok, szerintem mennyi lett volna? Én ezt nem bírom, tényleg, én nem. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek ez jó-e? Mármint nem a játék, mert ez egy borzalom. Hogyha esetleg úgy gondoljátok, hogy ez szuper, és még szeretnétek ilyet, akkor mindenképp iratkozzatok fel. Hogyha pedig megtetitek, akkor egy jó nagy lájkkal fejétek meg ezt a videót, hisz így látom, hogy érdemes ezt folytatni. Ez egy picit ilyen új irány a csatornám, nem nagyon volt még eddig gameplay, csak live formájában, viszont úgy gondoltam, hogy ebbe is belevágok. És itt most nem arra gondolok, hogy komplet játékokat szeretnék kivinni, mert ezt az életben nem tudnám. Mert tudjátok, hogy mit? Lehet megpróbálom. De a lényeg az, hogy ilyen érdekes és hát idegesítő játékokkal fogok majd játszani, hogyha ti is szeretnétek és kíváncsi vagytok rá. Még be is könnyeztem ettől a golflabdától, hát nem hiszem el. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Csongi voltam és találkozunk a következő videóban, úgyhogy jöhet az outro. Halihó! Damn,